függ, attól is függ, hogy hogyan étkezünk, hogy mi a célunk, hogy mit szeretnénk fogyni, vagy izmot építeni. Általában a hölgyek fogyni szeretnének. A lényeg a kalória, a szénhidrát, a fehérje mennyisége, amit meg kell határozni ahhoz, hogy szépen fokozatosan leadjuk azt a felesleget, amit szeretnénk. Hogyha nagyon szigorúan akarjuk ezt csinálni, akkor érdemes tényleg egy füzetet vezetni erről, és hetente változtatni egy picit a kalória mennyiségen, azaz csökkenteni. Soha nem mondom azt, hogy ilyen diétából kezdjünk, hanem mindig ahhoz mérten változtassunk az étkezéseket, ahogy eddig táplálkoztunk. Tehát csökkentjük a kalóriát, lefelezzük mindig az ebédünket, vagy a vacsorát, és egy pár hét elteltével kicserélünk bizonyos táplálékokat, tehát a kenyérrel cukrot teljesen kiittatjuk, a cukros üdítőket mellőzzük, nagyon sok folyadékot kell innunk, zöldséget, gyümölcsöt módjában, és fehérjeként húst, akár olyan termékeket, amiket megvásárolhatunk, fehérjekészítményeket is.